Az alapszakaszt követően a rájátszás végén is az első helyen áll a tabellán a Saint-Saint-Nicse. A 14-2-es mérlegű első szakaszt követően 5 győzelem mellett 3 vereséget szenvedett el Kovács Tibor együttese, amely az utolsó fordulóban Békés Csabán aratott 75-70-es győzelmének köszönhetően 19-5-ös mutatóval megnyerte a bajnokságot az NB2 keleti csoportban. Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre, ez egy a csapat teljesítménye, én azt gondolom részben erőfelüli volt a körülményeket tekintve, a betegségek, sérülések, munkai iskolai elfoglaltságok miatt. Én azt gondolom, hogy egy bajnoknak lenni bármilyen csoportban, bármilyen korosztályban, ez egy büszkeség és egy nagyon szép eredmény. A nyíregyháziak a közép-A csoportban második helyen végző TFS-i csapatával vívnak 2 meccses párharcot azért, hogy ott legyenek az NB1-B zöld csoportba feljutástól döntő 4 csapatos tornán. A szakmai igazgató szerint jó esélyekkel utaznak a hétfőn késő este kezdődő első találkozóra. Szoros mérkőzések, én azt gondolom, egy kicsit összekovácsolták a csapatot. Voltak persze negatív hullámok is ebben, mert egy-egy szituációban, egy mérkőzés szituációban nem játszhat úgy mindenki, amit esetleg szeretne, de egy idő után az eredményesség volt a fontos, és adott szituációban a meglátásunk szerint azok a játékosok játszottak, akik játszottak. Mindig elmondjuk a csapat előtt, mert milyen csapat vagyunk, hogy akár mi edzők is adott szituációban miben hibázhattunk, de kérjük a játékosokat is, hogy nézzenek a tükörbe, hogy esetleg az ő teljesítményük hogyan javítható. És ezeket szem előtt tartva én úgy gondolom most arra még egy kicsit jobban összeért a csapat azzal, hogy mentálisan erősebb lett, illetve elmutatom azt, hogy egy régebbi játékosunk is visszatért a csapathoz, aki szakmailag is, és én azt gondolom mentalitásban is nagyon sokat tesz hozzá, Bráne Szavisról van szó. A második mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában. A párharc kuparendszerű, azaz ha mindkét csapat nyer egy meccset, a kosárkülönbség dönt a továbbjutásról.